Az augusztus 20-ai ünnepnap miatt ezúttal kivételesen szombaton lépett pályára a Komárom VSE csapata. Sorozatban ez volt a második hazai meccs, így az előző hétvégén megnyert meccs után ismét a pontszerzésben bízott László Péter. Az ellenfél az MB2-ből két éve kiesett, de oda-vissza vágyó harmadik kerület volt. Az Óbudai Gárda a fordulót megelőzően egy ponttal állt a KVS előtt, így fontos derbi volt ez mindkét csapat részéről. A találkozó elején a vendégek kapuja is veszélyben forgott, de a komáromi védőknek is volt bőven dolguk. A két csapat játéka kioltotta egymást, így végül egyik fél sem talált be. Ezzel a döntetlennel városunk csapata az Északnyugati csoport 9. helyén áll a 4. fordulót követően. Harmati Tamás, a 3. kerület vezetőedzője elmondta, hogy igazán küzdős, kemény fizikális mérkőzést hozott ez a 90 perc. A csapat hozzáállásával, mentalitásával elégedett volt a tréner, azonban a minőséggel kevésbé. A vezetőedző hozzátette, hogy óriási lökést adott a csapatnak az Óbudáról Komáromba elutazó szurkolósereg, és hálásan köszöni a buzdítást. László Péter, a hazaiak trénere, a lefújást követően kiemelte, hogy egy igazságos döntetlen született. Az első fél időben a csapat kihagyott pár zicsert, utána pedig a birkózás volt a főszerepben. A szünet után az ellenfél beszorított minket, így kissé hiányérzetem van. Ez a 3. meccs, ahol nem kaptunk gólt, tette hozzá a vezetőedző. Csapatunk legközelebb szombaton Perbálon lép pályára, a MOL Magyar Kupában, majd augusztus 30-án szerdán a Haladás ellen Szombathelyen. A legközelebbi hazai meccset szeptember 3-án vasárnap játsza majd a KVS-e, akkor az Eto Akadémia lesz az ellenfél.